Leginkább azon volt hangsúly, hogy ezt a mérkőzés tempót és ezt a szezon tempót egy kicsit visszahozzuk, mert sajnos a többség ugye korábban végzett, mint az ideális lett volna a felkészüléshez, úgyhogy már múlt héten és múlt hét előtt is volt egy pár külön kisebb csoportos foglalkozás Fehérváron és Budapesten is, hogy a játékosok azért jége legyenek, és itt pedig most sokkal több ilyen tempósabb feladatot próbálunk nekik adni, hogy tényleg visszakerüljenek abba az állapotba, amit megszoktak egész szezon közben. Napról napra jobban néz ki, szerencsére. Az első napok azok mindig egy kicsit ilyen rozsdásabbak, meg ugye mivel kis csoportos edzések voltak előtte, itt most sokkal több olyan feladat van, ami 5-5-be történik, ami ilyen meccs szituáció, és kell azért nekik idő, ugye a sorok is, amik össze vannak állítva a legtöbb sorban, azért a kémiáról még nem beszélhetünk, úgyhogy nekünk is türelmesebbnek kell lenni, azt hiszem, tudjuk, hogy ezek a játékosok mire képesek, hogy mit lehet belőlük kihozni, megpróbálunk nekik mindig olyan környezetet teremteni a feladatok közben, ahol ez gyorsan megmutatkozhat, és ahogy említettem, itt napról napra egyre jobban néznek ki a mai edzés is, talán ez volt eddig a legelfogadhatóbb ebből a szempontból. Úgy gondolom, hogy elég jó volt a tempó, rögtön hétfőn belecsaptunk igazából, keményen elkezdtünk edzeni. Hétfőn azért még többet voltunk jégen, és akkor szépen fokozatosan kevesebb jég, de komolyabb feladatok, 5-5-ös, kihozatalok, bevitelek, stb. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon kemény mérkőzés lesz mind a kettő. Már amikor legutóbb játszottunk a lengyelekkel, akkor is látszódott, hogy egy nagyon jó csapatuk van, és úgy gondolom, hogy tökéletesen fogja majd szolgálni a felkészülésünket. Leginkább arra lesz jó, azt hiszem ez, hogy ez az említett kémia a sorok között kicsit kialakuljon, az, hogy az emberelőnyös játékaink remélhetőleg lesz rá lehetőség, hogy emberelőnyt játszunk, ők is megszokják egy kicsit egymást. Hát igen, ugye most ők egy kicsit följebb vannak, mint mi. Tavaly is ugye játszhatunk velük két mérkőzést, azok is jók voltak, szerintem ezek is gyors jó mérkőzések lesznek. Lesznek nehéz és kellemetlen pillanatok, amivel nem leszünk teljesen elégedettek, de azt hiszem, hogy ebben az időszakban ez nem probléma, hogyha előjön. Sőt, az a legjobb, ha most jön elő, mert utána erről tudunk beszélni, ki tudjuk javítani, meg tudjuk mutatni a srácoknak, és erre való, azt hiszem, ez a felkészülési időszak.